Szóval még se főcímünk, se semmink nincsen, de én már eldöntöttem, hogy szeretném egy picikét komolyabban venni, és ugye még a karantén alatt elindultak ezek a kis videók az Instán, de most szintet lépünk, és a YouTube-omnak fognak megjelenni ezek a videók, és akkor most kéne valami nagyon frappás intrószöveg, nincs, csak a szokásosat tudom hozni, babkát készítünk. A babkát úgy is emlegetik, hogy jeruzsálemi kalács, igazából ez egy kelt tészta, de hát minden földi jóval nyilván meg van pakolva, és a végén pedig még egy jó nagy adag sziruppal meg is van locsolva. A kelt tésztának vannak olyan mítoszai, hogy érdemes megfuttatni az élesztőt, ugye a tejjel, én nem így járok el, egyszerűen csak a száraz anyagokat, illetve a folyadékot a vaj kivételével tésztává gyúrjuk. Jó, még itt jön a tojás és az élesztő. Amire érdemes odafigyelni, amikor itt egyben dolgozunk el a tésztát, hogy a só meg az élesztő ne találkozzon, mert tényleg az élesztő gombákat kinyírja. Szépen lassan ugye a folyadékot azt felveszi a liszt. Először lassan dolgozunk, és nyilván azért, hogy a liszt pedig szintén így ne az arcunkban végezze. És összeáll egy gyönyörű kis kemény tésztává. Viszont a tészta, ezt kicsit felturbózzuk, hogy ne egy sima kelt tészta legyen. Hát most már lassan kifogy, de még van ebből a remek minőségű vanília eszenciámból, ezt külföldről rendeltem, úgyhogy nem tudom, hogy lehet-e itthon kapni, de biztos, hogy van alternatívája. Úgyhogy ezt is teszünk a tésztához. Azt veszük észre, hogy elkezd dolgozni a tészta, akkor maga a fej is felveszi a tésztát, és ilyenkor van az ilyen, hogy puccosan fejezzem ki magamat, ugye a glutén azt már elkezd dolgozni ugye a folyadékkal. És amikor kezd összeállni, akkor jöhet a vaj. Viszont a vajat nem egyszer adjuk hozzá, mert akkor nem fogja tudni felszedni, hanem mindig egy ilyen 3-4 kockával, és amikor felszedte, akkor jöhet a következő adag. Amire érdemes odafigyelni a keltésztáknál, hogy mindegyik alapanyag, már pontosabban a folyékony alapanyagok, tehát itt jelen esetben a tej, ugye a vaj és a tojás, az legyen hideg, mert azt se tesz jót a tésztának, hogyha melegen dolgozzuk el. Na, jöhet az utolsó adag. És mi alatt eldolgozzam, kihasználom az időt, megcsinálom magát a tölteléket. Nagyon bonyolult, iszonyatosan bonyolult. Fel kell olvasztanunk a vajat. A töltelékhez ugye kell nekünk olvasztott vaj, kakaó, barna cukor, és egy picikét megfimpelem, úgyhogy kerül hozzá kandírozott narancshéj is. A tésztát ilyenkor azért érdemes közben ellenőrizni. Én még látok benne egy picike kis vajat, nem hagyjuk abba, tehát addig dolgozzuk a tésztát, míg a vaj teljesen fel nem oldódik magában a tésztában. Tészta kész. A vaj az is megvan. Lehet látni, hogy a vajtól nagyon szépen kifényesedett, és közben pedig elasztikus is. Tehát nézzétek, most csak így egyszerűen lehúzom róla. És ezután semmi dolgunk nincs, mint másfél órán keresztül kereszteni fogjuk. Én ezt mindig letakarom. Nem kell neki 30 fok, úgyhogy az októberi idő teljesen ideális, és egy másfél órán keresztül, de inkább úgy mondom, hogy ameddig a másfélszeresére nem kell, felteszem a hűtő tetejére, és másfél óra múlva elkészítjük a babkát. Ameddig a babka pihen, ugye nem feledkezünk meg a töltelékről. Olvasztott vaj, barna cukor. Na most a babka, tehát hogy aki fogyókúrázik, az nem fog enni babkát, de az meg nem is néz egyébként ilyen videót. Tehát hogy nem elég, hogy ennyi cukor kerül hozzá, de még egyébként a szirupban is lesz. Csomómentesre tudjuk keverni. Kész is a töltelék, még jöhet a kandírozott narancs. És félretesszük egyszerűen csak pihenni. Na, szóval emlegettem, ugye még a cukorszirupot, amivel megfejjük ezt a történetet, ehhez ismételten temérdek mennyiségű cukor és víz kell. Ebből főzünk,
sűrű cukorszirupot. Ezt onnan láthatjuk, hogy egyrésztről picikét, tehát hogy amikor elindul, akkor nyilván még látjuk benne a cukrot, egyébként nem is kell nagyon megkavarni. És amikor a kész cukorszirupról beszélhetünk, az azt jelenti, hogy kicsit már ilyen sárgás, aranysárgás színe van, de még csak nagyon, tehát nem karamellt készítünk, hanem cukorszirupot. Ragadjon rá a kanára, ezt szokták mondani. Szépen elkezd bugyogni, és körülbelül fél perc, és már meg is kapja a színt. És utána a lényeg. Közben itt a gőzt kikerülöm. Ez pedig a koriandrő. Szóval az van, hogy ez nem egy olcsó mulatság, és én azt mondom, hogy ne is arra használjátok, hogy igyatok belőle csak úgy. Azt is lehet egyébként, semmi gond nincsen belőle. De hogy tényleg ez a világ legjobb narancslikőre. És ugye, ha már a töltelékben van kandírozott narancs, akkor arra gondoltam, hogy hát a cukorszirupba is kerüljön, azért kicsikét erősítsünk rá az ízekre. Amúgy elárulom nektek, hogy a jó cukrászatban minden, ami narancsos, az ennek az alapja, vagy a cukorszirupos. Tehát ehhez mindenképpen kell bele. És most kéne tudod, hogy... Ez nagyon rég ittam pénteken, most nem akarok inni. Megszagoltál egyébként az előbb? De a cukorszirupnál lehet látni, hogy a nagy bubikból egyre kisebb buborékok lesznek. Ez azért is van, hogy egyre jobban veszti el ugye a víztartalmát. Akkor hozzá löcsolunk egy, úgy szokták mondani, egy ízlés szerint. És tényleg érdemes ízlés szerint, de körülbelül egy fél deci mennyiség az elég lesz. És félre is húzzuk. Nyilván így marad alkoholtartalma, viszont az ízét nem fogja elveszíteni, nekünk arra pedig szükségünk van. Na, szóval. A babka tésztája az tényleg fencsücsül a hűtő tetején, pihen még egy órát, a töltelék megvan, a cukorszirup megvan, és hát ez a cukrászatnak az előnye, most van egy óránk, és utána tudjuk folytatni. A tésztánk megkelt, viszont a töltelék ugye a val miatt egy picikét megkötött, úgyhogy vízgőz felett, kvázi újraolvasztom, de csak azért, hogy ugye könnyen lehessen majd kenni. Ezt félre is húzom. Ezt meg itt ki is cserélem, mert hát a cukorszirup az már úgy is kihűlt. Na, és most kezdhetjük a formázást. Mindenkinek legyen otthon egy ekkora vágódeszkája. Én ezt megörököltem, annyi idős, mint én. Tényleg 37 éves, ezzel elmondtam a koromat is. Anyukámé volt, én pedig egyszerűen benyúltam tőle. A felületet nyilván egy picikét azért lelisztezzük, hogy ne ragadjon oda a tésztánk. Tehát hagytam egy órát ugye kelni, lehet látni a tésztán is, hogy már itt az élesztő kifejtette a hatását. Arra kell figyelnünk, hogy olyan hosszú legyen, mint a formánk, viszont hosszúnak minél hosszabb lehet, mert ugye annál szebbek lesznek ugye a rétegek, hiszen ugye csigát készítünk. Arra azért figyeljünk oda, amikor nyújtjuk a tésztát, hogy ne ragadjon le, és akkor ilyenkor mindig alá kell lisztezni. Meg arra is figyeljünk oda, hogyha ugye ilyen kis darabok vannak, mint például pont ide feljött, azt már ne tegyük vissza a tésztába, mert attól tényleg nem lesz a tészta homogén, hanem egy picikét ilyen kis grizes darabos lesz. Nyú! Nézzük tovább. Egyébként ezt, a spaklit, ezt nagyon ajánlom. Ilyet venni kell. Ha nem cukrászati boltba, akkor be kell menni egyébként egy barkács áruházba, és ugyanezt meg lehet venni. Csak a kőművesek használják. Aki pedig irigli a sodrófámat, megértem, Londonból hoztam, ott szereztem, tényleg igazi márvány, és baromi nehéz, baromi nehéz. Fenyegetni lehet vele. Jöhet a töltelék. Jó kis pakli. Kanál is el lehet egyébként dolgozni. De ha már cukrász vagyok és van, akkor kihasználom. Annyit kentem, hogy már kifényesedett. És nagyon szorosan elkezdjük feltekerni. Nagyon szorosan. Ráérünk, szoros legyen. Ugye rányomom a két kezemet, és egy kicsikét egyébként visszafelé is húzom. Akkor lesz jó szoros. Végén vagyunk.
Ez lesz majd a popsia, ahogy szépen ráhúztam a tésztát. Amúgy van egy jó hírem, le lehet fagyasztani. Mármint így is, meg készen is. És egy hónapig teljesen jó. Pofásra ütögetjük. Itt most a végét levágjuk, az nekünk nem kell. Ez a leeső. Ez azért, aki megsütötte. Most jön az izgalmas rész. Hosszában félve vágjuk, határozott mozdulattal. Mondom, határozott. Ha ezzel meg vagyunk, utána elkezdjük fonni. Ezt is szeretem egyébként, hogyha jó szoros, tehát egy picit így össze lehet csippantani. Egyébként nem könnyű, mert egyrészt tényleg nagy a mennyiség, de senki ne aggódjon, mert utána még tényleg lehet igazítani. De próbáljuk meg minél szorosabbra venni. Következő. Ez a jó benne, hogy bármikor lehet egy ilyet csinálni. Ezt most legközelről. Figyelj, figyelj! 1, 2, 3. Tessék. És ugyanúgy megvan a szép íve neki. Viszont a formát azt mindenképpen ki kell vajazni. Ne ragadjon bele, és meg könnyen ki tudjuk szedni. Simán vajjal szoktam. És akkor egy zsírpapírral sokkal könnyebb egyébként a kivajazás. A kezünk se lesz olyan feltétlenül. Bár egyébként úgy is úszunk a csokiban, hogy teljesen mindegy, meg a lisztben. És most egy nagyon határozott mozdulattal, hogy meglegyen ez a szép forma, beültetjük a gyermeket. Na, azt szoktam csinálni, hogy most remélem ezt így jól látjátok, hogy az oldalát lehúzom, hogy visszajön szépen az a forma. Tehát nem kell félni a kertésztától, nem fog minket megharapni. Ahhoz, hogy egy kis csecse legyen, tök nyugodtan formázzuk még így belül is. És most jön az izgalmas rész, mert ennek a babkának ismét el kell mennie pihenni egy 30 percre, hogy újból megkeljen, és utána végre megsütjük, úgyhogy megküzdünk vele, de a végeredmény remélem, hogy lukatlanítani fog minket. Vagy kárpótolni? Kárpótolni. De a végeredmény remélem kárpótolni fog minket. Babka 30 perc alatt ugye nagyon szépen megkelt, egy tejszínes tej egy-egy arányú keverékével. Azért ezt még egy kicsikét meglocsolom. De nagyon szép fényes lesz, plusz íz is ráadásul. Tehát azért ugye a tejben lévő tejcukor az megpirul. Irány a sütő, 175 fok, előmelegített sütőben, légkeveréses és körülbelül 30 perc. A világ legnagyobb a babkáját sikerült elkészítenem, konkrétan a legkisebb formában, ami létezik, de hát nem volt nagyobb, úgyhogy vagy kettőbe sütitek meg, én ajánlom, hogy ezt mindenképpen készítsétek el, mert iszonyatosan hamar elfogy. Na és még most jön a lényeg, tehát hogy ugye van már benne nagyon sok kakó, meg cukor, meg vajas, meg minden, de amit igazán tökéletes, az pedig az, hogy még cukorszirupval is le van öntve, ugye ebben mi tettünk ugye narancslikört, ezt ne felejtsük el. Úgyhogy ezt is még szépen szívja be. Mindenkor beszívja, mert nagyon hamar felszívja egyébként, hiszen még meleg. Utána jöhet egy következő adag.